Körülöttem a Brian Sextet 6 tagja, mellettem pedig Kovács Antal, aki az együttes frontembere. Antal, megsértődsz, hogy ha azt mondom neked, hogy egy kicsit loksis a hangzásotok? Nem, egyáltalán. Szándékolt hatás ez? Nem szándékos. De azért sokat hallgatjátok az Essence-t, a Lokomotív GT-t. Igen, meglehetősen. Manapság megéri még rockzenét csinálni? Van erre vevő közönség? Azt meg sem merem kérdezni, hogy meg lehet ebből élni. Hát ezt nem tudom konkrétan megmondani, mert az ember igazán profi szinten csinálja, akkor meg lehet belőle élni, de ilyen amatőr szinten nem. Amatőrök vagytok? Nem. Akkor nem értem. Na mindegy. Mit fogtok játszani? Egy saját szerzeményt Romhányi Áron barátunk készítette. A címe az, hogy a holnap. Ez nagyon jó, mert múltkor még azt se tudtuk, hogy mi lesz a címe. Most már azt is tudjuk, tehát a Brian Sextet következik, és amit játszanak, a holnap. De fúdokló város, nem léptél a pocsolyába, s a cipőd mégis sáros. Még egy olyan viszont a szürke, ó, már nem fehér. Bábány nem kapott, de brőleg elnökkel felé. Itt él, itt él a holnap, fél. Fél a holnap, él, fél, fél a holnap, fél. Fél a holnap. Utcalány egy pár eltévedt csavargó, homokosok, bűnözők, csak kipártott kitartó. Bombombák csak újt alatt, pedig magas sem vagy régi. Nem tanított senki sem, mégis menekült, az félni is él. Thank you.